Na, hello pingvinek, itt Nessai, és végre megérkezett a Forza Motorsport 7 nagyon sokunk kedvenc szériájának legújabb epizódja. A barna overallos szakmunkásunk pedig már készen is áll, úgyhogy kezdjük el a karrierünket, üljünk a volán mögé, lássuk, hogy milyen lett a Forza Motorsport 7. Srácok, lányok, ezt a játékot a notebook.hu biztosította nekünk, úgyhogy ha tetszik a gameplay és te is beszereznéd, ne felejtsd el csekkolni a linket a leírás első sorában. Kösz pingvinek! Ha minden igaz, akkor az Ultimate Editionhöz jár nekünk egyből VIP láda, úgyhogy ezeket, igen, Prize Crates, egyből ki is tudjuk nyitni, úgyhogy lássuk őket! Egy kis ládanyitás mindig jól jön, nézzük, hogy mik vannak bennük. Igen. Igen. Legendary! Oda nézzé, milyen BMW-t kaptunk! Beszarsz! 2014-es M4 Coupé Forza Edition. Ez tetszik? Elfogadjuk. Abszolút elfogadjuk. Na, lássuk a második ládát. Igen. Sutty! Sutty! Nagyon menő Drive Avatar kinézeteket kapunk. 1992-es Ford Escort. Oda néz azokkal a rally lámpákkal, hogy néz ki. Yes! Na, így kell indítani ezt a sorozatot, menő. És akkor lássuk az utolsó ládánkat. Ah, még egy menő autót mutass nekem, baby. Igen, VIP membership. Race rewardok. És autó. Nincs autó. 2012-es Nissan GTR Black Edition. Igazi maffia verda, nagyon tetszik, jól van. Na, most, hogy ezekkel a ládanyitásokkal megvagyunk, menjünk egy multiplayer meccset, és lássuk, hogy hogyan teljesítek így mindennek az elején. Egy ilyen modern hot hatch versenyt szeretnék nektek mutatni, mert ehhez van megfelelő autónk. A karrier mód elején ugye kapunk egyet ingyenesen ebben a kategóriában, és nekem van egy gyönyörű ezüst metal 2017-es Ford Focus RS-em, őt fogjuk most megnézni akcióban. Íme ott is van a háttérben, pózol a mi kis szakmunkásunk a csodálatos barna ruhájában. Ó, igen, kezdődik a történet. Ráadásul Dubajban, azon a pályán, amit már ismerünk. 4 kört kell teljesíteni. Gyerünk, Nessali! Mutasd meg, mit tudsz a vagányok ellen. Gyerünk, kicsi Ford Focus, mutasd meg, miért kedvellek ennyire. A harmadik helyen fordulunk az első kanyarban. Teljesen jó. Itt, ki, mit csinálsz, főnök? Nézd meg, mit csinálsz? Édes Istenem, na jó, mostantól te vagy az ős ellenségem, Moiz. Jól van, Moiz, megyek utána, te rohadt szemétdög. Ezt nem felejtjük el neki. Azt hiszi, hogy ilyen rendőrségi manőverekkel ki lehet engem iktatni a versenyből? Megjegyeztem azt a ronda vörös autódat, te. Nézd meg, és ez is nekem jön hátulra. Édes Istenem, milyen verseny ez? Na jó van, hát akkor konkrétan az utolsó helyről megyünk, köszönhetően annak, hogy két büdös paraszt kiütött minket. Semmi gond, utolérjük ezt a szemétbandát, és bosszút állunk. Figyeljétek meg! A császár pingvinnel azt hiszitek, hogy csak így lehet basszakodni, mi? Na majd meglátjuk. Csukott szemmel is végigmegyek már Dubajon, nem fog megállítani senki. Most jön az alagút balra. Azaz, ott vannak, látjátok? A fókuszban van erő bőven. Itt egy jobbos, és gyorsítunk ki a célegyenesre. Ha így játszunk, akkor így játszunk. Lehet velem keménykedni, srácok! Ez a visszhang még mindig zseniális, nagyon tetszik. Na mi van, Torzblad? Nem megy a verda? Kéne egy kis craft, mi? Fogja a szélárnyékot a császár pingvin, na? Nyomd a gázpedált, nem olyan nehéz, főnök. Az a baj, hogy elkezdte nyomni, nem biztos, hogy legyorsuljuk. De hoppit kinézek belőle. Azaz. Úgy. Na, milyen érzés, mikor taszigálnak hátulról, főnök? Nem biztos, hogy elég lesz a sebességünk. Kicsit jobban gyorsított ki a kolléga. Hopp. Hopp. Jól válaszd meg az íveket, haver. Viszlát. 9. hely. Nagyon helyes. Mondom én, hogy visszahozzuk. Ó,
Hopp, hopp, itt egy hiba Mr. Disable-től, 8. hely már is. És erre én is elrontom, nem a többiekre kéne figyelni, hanem saját magunkra. Ugyanis következik a célegyenes, most már innen talán nem fog tudni legyorsulni minket. Azaz, jók vagyunk. Jön a cél, úgy néz ki, hogy egy 8. helyezéssel fogjuk zárni az első karriermeccsünket, így is van. Hát, most mit mondjak önöknek, srácok, lányok, urak, hölgyek? Nem volt szerencsénk az elején. Elérkezett a visszavágás ideje. Silverstone, esős pálya, 2 kör. Most dobogóra fogunk állni. Megint remek az indulás. Külső íven, mint Fernando Alonso szokta. Elmegyünk Mr. Rizzo mellett, hála az Istennek ő most nem szemétkedett velünk, de ott már elől megint megy a Tilitoli. Ez nagyon nagy divat online-ban, hogyha jól látom. Menj innen, ne lögdösödjél már, próbálj versenyezni! Ismét a 4. helyen, a rajt után. És nézd meg, belénk jön, el is rontom, túl nagyot lökött rajtunk, semmi gond. Top 3. Alex, menjél mellőlem, Alex, Alex. Vagány srác legyél, de ne legyél unfair. Veszítettünk egy pozíciót, gyönyörű egyébként a játék, ez a sötét. Nagyon tetszik. Jó, úgy néz ki, hogy biztosítottuk ezt a 4. helyet itt Angliában egyelőre. Innen kell javítani, mondom, most a cél a dobogó. Kigyorsításunk és a végsebességünk nem rossz, de azért szorosan követnek minket. Azaz, tartsuk belül egy kis tócsa, majd engedjük ki. Nagyon szép. Belül kell tartani, egy kicsit későn fékeztem. Jövünk már hátul a célegyenes felé. Nem, 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 nem mész el főnök, nem mész el főnök, de sajnos elmegy a Honda Civicjével Mr. Driver JP, aki egyébként az első futamot nyerte. Azért látszik, hogy ők már profibak, de semmi gond, nem adjuk föl, azért Silverstone is egy ismert pálya, tehát nem vakon vezetek, még akkor is, hogyha ez egy rövidített nyomvonal. Milyen szépen néz ki a felkelő nap, imádom. Tényleg azért sikerült grafikában egy olyat összehozniuk, ami azért respekt. Nem kellett volna. Kicsit azért biztonságira játszom. Még nem érzem a féktávokat olyan pontosan. És úgy néz ki, hogy az előttünk haladók azért nem az puszta szerencsének köszönhetik, hogy ott vannak elől. De ez az 5.-6. hely, ez talán biztosnak tűnik. Az első versenyhez képest mindenféleképp előrelépés, hogy különösebb balhé nélkül eljöttünk, és így tudunk vezetni. Ócsákra vigyázzunk, azért azok jelentősen belassítanak minket. Itt a hosszú jobbos, most ez szép. Érintjük a kerékvetőket csak pont annyira, amennyire kell. Nagyon jó. Azaz. Élesen. Azaz, támadjuk erőszakosan. Itt is szorosan vesszük, engedjük ki. Azaz, szép. Így egy kicsit későn fordultam. És itt van a célegyenes. Tényleg én a régi Silverstone-i nyomvonalra emlékeztem az előbb, de csak most fejeztük be az első körünket. Ó, hát... Túl veterán vagyok én már ezekhez a modern nyomvonalakhoz. 5. hely, de itt van nagyon szorosan mögöttünk a kolléga. Bár most egy kicsit sikerült leráznunk. Kicsit kiebről kezdhettem volna ezt a kanyart. Igen, semmi gond. Kicsit koncentrálok a pályára, mert most elvesztettük a fonalat. Ránk is jött Sojajbi, vagy mi a neved. Azaz. Jó, szépen haladunk. Eddig ez a verseny, ez teljesen patent. Jobb kanyar jön, ugye? Nem, bal kanyar jön. Na, elkezdem nektek mondani, hogy ismerem a Silverstone-i pályát, aztán összekeverem a célegyeneseket, meg a kanyarokat. Szégyen gyalázat. Ott fényképezik a közönség. Ugye régen ez a nagy hátsó kanyar vezetett rá a célegyenesre, ami ez a rész volt. Aztán változtattak a pályán. Ezt kevertem össze, de a pedok az még látszik most is. Úgyhogy annyira nagyot azért nem tévedtem, na.
az ötödik helyet meg kéne tartani. Abban már nem reménykedem, hogy az előttünk lévőket utol tudjuk érni. De azért ez szerintem egy tisztességes eredmény lenne. Jó a kigyorsítás a hosszú egyenesre. Nagyon közel van a srác. Nagyon közel van. Még bármi lehet. Tócsákat kerüljük. Itt jön a hosszú jobbos. Nagyon szép. Nagyon szép. Így kicsit kiengedtem és megcsúsztunk. Jön a célegyenes. Nem. Not today. Ne lögdössél. Not today. Megtartom az autót. Kétszer nem követem el azt a hibát. Bocsánat, most jön a sikán. Csak elrontottam. És a célegyenes. Látod, erőszakos voltál, Soajd. És most ezen bukod el az ötödik helyet. Így is van. Innen már full gáz, de azaz, úgy, jól van, csak megcsináltuk, yes, ötödik hely, megküzdöttünk érte, de megérte. Ennyit első látásra a Forza Motorsport 7-ről, én nagyon élveztem az online versenyzést és gondolkodok rajta, hogy egy karriermódot is elindítok a Nessai FC csatornán. Mindenféleképpen mondjátok el a véleményeteket lent a komment szekcióban, és ne felejtsétek el a notebook.hu linkjét oda lent a leírásban, hogyha még nincs meg a Forza nektek, akkor ott meg tudjátok vásárolni a Simpla Standard és az Ultimate Edition-t is, ami nyilván rengeteg extrával jár. Köszönöm nekik a játékot, nektek pedig a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni és dobni egy lájkot, hogyha tetszett. Én még mindig Nessai vagyok, és hamarosan újra találkozunk. Na, szevasztok! Vagy kértek még a pofátokba? Wow, köszönöm, hogy végignéztél, haver, ha tetszett, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap jelentkezem, ha pedig már a sereg tagja vagy, menő cuccokért csekkold a shopot, vagy nézd meg egy másik videómat és szórakozz tovább. Na, szevasz!